Húha, de jó, kemény kis hazaldás. Hogy micsoda öt gól! Azt a mindenit! Atyaisten! 43. perc, Szűcs Lajos nem tud mit kezdeni a hazadott labdával, ami azért ennyire nem volt veszélyes. Pont ez az Ilie, azt elemeztük a mérkőzés előtt, hogy a hazadásoknál próbálja letámadni a kapust, megzavarni. És amikor a Vuki hazadta nekem a labdát, akkor első gondolatom, és mindig az első gondolata jó, az volt, hogy jön a labda, azt fogom visszarúgom a mezőnybe, aztán kész. Csak egy pillanatra fölnéztem, és akkor láttam, hogy az Ilie most nem támad. Hmm. Hát mondom, akkor átveszem. Igen, de akkor már majdnem, hogy mellettem volt a labda, a jobb lábam az letapadt, nem tudtam utána lépni, és ügyetlenül a bal lábammal egyébként, ami igazából a bal lábam csak lépcsőre szálló, vagy lépcsőre lépő, úgyhogy, vagy buszta szálló, szokták így mondani. Fogmosó láb. Igen. Próbáltam utána nyúlni, és a bal sarkamról a kapu jobb oldalába csorgott a labda.